Jets Hordliga osztályozóján fogadta a bajnokságot 7. helyen záró Szent Mihály az MB2-es rájátszás vesztesét, a MOL Vidit. Hát azt gondolom, hogy nagyon komolyan vettük az egész héten a felkészülést, és hát felkészültünk a Szent Mihályból is, játszottunk már több mérkőzést is, így tudtuk, hogy igazából milyen játékerőt képviselnek. Hiába készültek fel alaposan a fehérváriak, a piros meze Szent Mihály a 10. percben Lipták villogójával megszerezte a vezetést. A vendégeket viszont nem törte meg a korai gól, és a 21. percben Trampler King a találatával egyenlített a Vidi. Az eredmény ezt követően már nem változott, az első félidőben így 1-1-es döntetlennel vonultak szünetre a csapatok. Az első fél időben botrányosan rosszul játszottunk, sokkal több helyzetet kellett volna kialakítanunk, illetve sokkal többet kellett volna a földön passzolnunk ahhoz, hogy közel jussunk a kapujukhoz. Hát az első negyed óra úgy gondolom, hogy jó volt, ott sikerült is rúgnom egy gólt. Aztán nem tudom, utána még rúgnunk kellett volna, nem kapnunk. Úgy érzem, hogy nagyon szétestünk a fél idő második felére. Kapkodunk, pedig pont nyugodtan, higgadtan kéne játszanunk, úgy tudnánk eredményt elérni. Ez a bizonyos higgadtság és nyugodtság azonnal tetten érhető volt a fordulás után, hiszen a 47. percben Szil Tünde góljával újra a Szent Mihály vezetett. A vezetés jó hatással volt a hazaiakra, akik a 64. percben Török Lilla megmozdulása után 2-re növelték az előnyüket. Érkezett egy a széléről egy beadás, ha jól emlékszem, a Szil Tünde adta be, és ballal sikerült a léccel állőnöm. Ugye mindenki emlékszik a félidei jelszóra, azaz higgadtan, nyugodtan. Nos, ezt olyannyira jól sikerült megvalósítani hazai részről, hogy a 74. percben Szil Tünde második góljával már 4-1-re vezetett a Szent Mihály. Szil Tünde aztán a hajrában egészen pontosan a mérkőzés 85. percében is betalált, megszerezve ezzel saját maga 3., csapata 5. gólját. Hát természetesen nagyon örülök neki. Nyilván minden csatának az a feladata, hogy gólokat lőjön. Örülök, hogy ez ma nekem sikerült, és ezzel tudtam segíteni a csapatomat. Az íra a pontot, vagy az 5-ös értékelésre a csillagot a 87. percben Savanya Csilla tette fel hazai részről. A Jets Hordliga osztályozójának első mérkőzésén tehát Szent Mihály Vidi 6-1. De nem szerencsés ez a 4 hét mérkőzés nélküli dolog, amíg csak végig dolgoztuk az elmúlt 4 hetet. Ez látszik az első fél időben. A fél időben rendeztük a sorainkat. Igazából átbeszéltük még egyszer, mit kellene csinálni, mert az első fél időben nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. A másik fél időben ez már jól működött, jöttek is a gólok. Én azt gondolom, hogy teljesen reális eredmény született. Becsületen felkészülünk mérkőzésre, úgy gondolom, amíg 45 percig át is. A második fél elején történt egy rövid zárat, onnantól kezdve sajnos nem tudunk visszajönni a mérkőzésbe. Az első fél időben valóban egy kicsit meg voltunk még szeppenve, nem játszottuk a játékunkat, nem úgy játszottunk, ahogy megbeszéltük ezt az öltözőben is, ahogy készültünk is az edzéseken. Mindenkiben még benne volt a druk, de viszont úgy érzem, hogy a második fél időre mindenki kihozta magából a maximumot, és látszott a pályán, hogy ki akarja jobban ezt a mai mérkőzést megnyerni. Nagyon jól kezdtük az első félidőt, a második félidőben nem tudom mi történetett, talán az első gól zavart meg minket, és hát ezáltal nem is tudtunk olyant játszani, ahogy szerettünk volna, szóval szerintem összeestünk mentálisan. A visszavágót június 15-én rendezik Székesfehérváron.